A Vajdaság minden tájáról összesereglett általános iskolás korosztályú gyerekek, Wolford Tibor vezető edző és Darko Veselinov edző irányításával épp az oroszországi labdarúgó világbajnokság idején vonultak a sorrendben immár negyedik edzőtáborba, ahol azért alkalmuk nyílt a foci VB mérkőzéseinek kísérésére is. 8 napos a tábor, szóval 7 alvás, szóval 8 napos a tábor, és minden nap valami más program van a gyerekeknek, szóval a legfontosabb cél ennek a tábornak, hogy a gyerekek megszeressenek a focit. Nem muszáj, hogy focit, hanem csak a sportot. Szóval, hogy megtanulják valami szabályokat, hogy hogy kell élni, mint egy nem profi sportoló, hanem egy jó életet, hogy kell élni. Szóval az a nagyon-nagyon fontos nekünk, és úgy is csináltunk ezt a programot, szóval mert tudjuk, hogy nem lehet most 7 nap alatt valamit sok megtanulni, de legalább valami alapokat csinálunk a gyerekeknek, szóval ilyen játékok vannak, egy az egy ellen, kettő az egy ellen, technikai gyakorlat, alaplövések, kapura, és a vége, amit mondjuk még fontosabb, hogy kicsit többet szocializanak a gyerekek, aki ilyen kis faluról jön, és akkor, hogy nekik segítsünk, hogy megismernek egymást, és akkor új barátok legyenek. A tábor alapvető célja az volt, hogy a gyerekekkel igyekezzenek megszerettetni a sportot, azon belül a labdarúgást, és persze azt a szabályokhoz kötött életmódot, ami szerint egy sportolónak élnie kell. Az idei táborunk is úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen indult, meg egyenlően nagyon sikeresen megy. Nagyon örülök annak, hogy ismét túljelentkezésünk volt, több mint 60 gyerekünk van. Ugye igazából ez most már így a kapacitásunknak a teljes maximuma, amit így emberileg is tudunk kezelni. De hát nagyon jó gyerekek vannak itt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy létszámba eljöttek. A tábornak ugye az a lényege minden évben, hogy az itteni fiataloknak adjunk egy hetet, ugye 8 nap, 7 éjszaka a labdarúgásban egy kicsikét komolyabban megismerjék a labdarúgást, kicsit átéljék azokat a dolgokat, vagy tanuljanak olyan dolgokat, amiket esetleg nem tanulnak az otthoni klubjaikban, meg hát, hogy mi is ugye feltérképezzük azért a környező településeken, hogy milyen gyerekek vannak, milyen a futballképzés, és hát nagyon élvezzük mi is a munkát a gyerekekkel. És hogy látod a környező településeken, milyen a futballképzés, mennyire képzettek a gyerekek? Egyre jobb szerintem, egyre jobb. Úgy gondolom, hogy ugye a modern futball most kezd beszivárogni a kisebb körökbe is, és nagyon örülök neki, hogy azt látom, hogy egyre jobb gyerekek érkeznek, meg egyre fölkészültebb gyerekek érkeznek. Ugye itt a táborunkban van napi 2 edzésünk, délelőtt délután elemzünk VB meccseket, nézünk VB meccseket, úgyhogy egy igazán izgalmas kis programon a gyerekeknek vannak játékaink, úgyhogy nagyon remélem, hogy élvezik, és hogy sok új dologgal fognak hazatérni. A vezetőedző elmondta azt is, hogy a gyerekekkel a francia-argentin meccset elemezték ki legalaposabban, majd a belga-japán meccs következett, mivel az említett mérkőzések rengeteg olyan tanulsággal szolgálnak, amelyek nagyon hasznosak lehetnek ennek a labdarúgó nemzedéknek a jövője szempontjából.